apa csendes, újra csendes, elzúgta forradalmai. Petőfi Sándor versét olvassa a Siklósi Garai Miklós Technikum és Szakképzőiskola tanára. Ünnepi műsort adtak március 15-én a diákokkal együtt, így csatlakozva a Petőfi 200 emlékévhez. Siklós város képviselőtest, illetve alpolgármester úr keresett meg minket ezzel a lehetőséggel, hogy csatlakozhatnánk a Petőfi 200 programsorozathoz. Megbeszéltük kollégáinkmal, és mivel egy nagyon hasznos kezdeményezésnek gondoljuk, ezért örömmel vállaltuk, hogy itt a Siklósi rendezvényen egy rövid műsort adjunk a tanulóinkkal, illetve a kollégáimmal. Szeretném én átadni polgármester úr neked ezt a könyvcsomagot. Petőfi verses kötet, illetve a reformkorról szóló könyvek a csomagban, ezt adta át a térség országgyűlési képviselője a város polgármesterének. Ezzel indul el Siklóson a Petőfi Klub megalapítása. Az emlékév eseményeihez kapcsolódóan országszerte ilyen közösségi bázisokat hoznak létre. A Petőfi Klubokban kétféle programmal találkozhatnak az érdeklődők. Országos működési területű, országosan ismert közművelődési kulturális intézmények, lásd Filharmónia, Magyar Írók Szövetsége, Déri Népprogram ad egy produkciót, küld el egy produkciót az adott településre, vagy pedig a másik lehetőség, amikor a helyi közösségnek meglévő vagy rendezvényei, vagy klub tevékenysége lesz azon a héten Petőfi klubként nevesítve, vagy mutatják be a tevékenységüket a klubnak a tagjai számára. 47-en át napi rendszerességgel tartanak eseményeket 2023-ban. 2022 a felvezető év, hiszen 1823. január 1-én született a szabadságharc költője. Ezért döntöttek a két éves ünnep mellett. Az országban 88, a határon túlról 12 településen alakul Petőfi Klub. Baranya megyében Siklós, Villány, Sásd, Szászvár ad otthont a kluboknak.